ha egy nőnél kiderül, egyértelművé válik, hogy várandós, főleg ha első gyermekről van szó, nyilván tele van aggodalommal. Szeretné azt a 9 hónapot olyan nyugalommal tölteni, hogy közben a babáját is biztonságban érezhesse. Mi mindenre kell felkészülni? Hogyan készüljünk erre a 9 hónapra? Hát ez a 9 hónap tényleg az, hogy anyává váljunk, aznak egy ilyen megelőző folyamata. És igen, az első trimester egyébként arról szól, hogy én hogy vagyok ebben a helyzetben. Tehát nagyon érdekes, hogy azt várjuk, hogy megszületett, megláttuk az ultrahangon a magzatunkat, de hogy hogy vagyunk mi, hogy találkozunk ezzel a helyzettel. És valaki nagyon-nagyon örül neki, hát nagyon boldog, de aztán az ember, vagy mi lesz, veszünk, hárman leszünk, és ez egy nagyon hosszú folyamatot indít el, de lehetőségünk van erre a 9 hónapra, hogy fölkészüljünk. És ilyenkor szoktak bennünket védőnőket megkeresni, amikor azt mondjuk, hogy megfogant ez a gyermek. Az a két aggodalom, amivel a leggyakrabban találkozom, az egyik a bevitel. Viszünk-e be elegendő táplálékot, szedjek-e vitamint, jut-e elegendő a babának, vagy 2 helyet kell lennem. És a másik pedig, amikor attól félünk, hogy a baba nem marad benne elég ideig, amikor nem fejlődik ki a tüdeje, vagy még nem lesz életképes, és ennek az első jele a magzatvízszivárgás. Erre figyelnek oda leginkább az anyukák. Erre is oda kell figyelni. Azt gondolom, hogy az első kérdés nagyon volt ez a táplálkozás. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog egyébként, mert hogy egészséges táplálkozás, és nagyon jó, hogy a várandóság előtt, és hogy ne legyen probléma, ne legyen egy korai születés, az nagyon fontos, hogy az anya a várandóság során az önmagához mérten egy megfelelő súlygyarapodással rendelkezzen, mert ha túl nagy például a súlygyarapodása, az vezethet koraszüléshez. És ennek vannak bizonyos jelei, és tényleg az egyik dolog az, amikor szivároghat a magzatvíz, és ezt nagyon nehéz észrevenni, mert hogy ilyenkor sok minden lehet. Hát amikor már akkora méhünk, hogy megnyomódik, és néha nem lehet eldönteni, hogy ez most vizelett szivárgás, vagy magzatvíz szivárgásról van szó. Mert amikor nagy mennyiség van, az jó és látványos, de amikor csak picit szivárog, akkor szoktak az anyukák kétségbe esni, és kérdezgetik, hogy na most mi a teendő. Amikor magzatvízszivárgásról beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez velünk nem történhet meg, az majdnem egyenlő a tragédiával, ez eszünkbe se jut, vagy jobb nem is gondolni rá. És nem is gondolnánk, hogy minden 5. nőt érint a terhessége során ez a probléma? Igen, elég gyakori probléma meg az, hogy a szivárgás, tehát a burok több helyen megrepedhet. És ha mondjuk egy alul van egy nagyobb mennyiségű folyásról szól, de a fentebb az kisebb. És abban a pillanatban azért a magzatvíz az egy védelmi rendszert lát el. És amikor ez kevesebb és szivárog, akkor a magzat felől, alulról bizonyos gyulladási folyamatok jöhetnek létre. És ezért jó ezt figyelni, és hogyha van rá lehetőség, akkor ezt lehet vizsgálni is. Esetleg azt is gondolhatja némely anyuka, aki nagyon odafigyel, mindent megfelelőképpen csinál, hogy ez nem fordulhat elő vele. Pedig ez lehet, hogy nincs is összefüggésben azzal. Teljesen függetlenül az életviteltől előfordulhat ez a probléma. Természetes, ezt nem lehet kiszámítani. Ez olyan, hogy a várandóság, maga a szülés, az egy kiszámíthatatlan dolog. Próbáljuk mi ezt előre tervezni, de ez bármikor előfordult. Egyszerűen úgy helyezkedik a magzat, bármi. Tehát ez nem kiszámítható. És ezért benne a félelmetes is valahol egy kicsikét. A feladat tehát az, hogy időben észre kell venni. Bárkinek az életébe a terhessége során ez előfordulhat, de ha időben észreveszünk és orvoshoz kerülünk, akkor ez megállítható vagy visszafordítható? Természetesen, meg ha tudunk róla, akkor már tudunk ellene tenni. Tehát ebben az esetben, hogyha időben ezt észreveszünk, és mindenki a kismama bekerül a kórházba, ott felügyelet van, mert ilyenkor nem csinálnak azért semmit, hanem van egy figyelmi dolog. De az nagyon fontos, hogy ilyenkor a szívrangra ráhallgassanak, megfelelő vizsgálatok megtörténnek, és ilyenkor nyugodtan még akár több nap is, több hét is elterhet, de már ezt nem lehet úgy hagyni, hogy nem figyel rá senki erre az édesanyára. Hogyan tudunk gondosak lenni, és minden nap odafigyelni arra, hogy a magzatvíz szivárgás van, vagy nincs, vagy vannak előjelei? Gondolom ennek az egyik módja, hogyha használjuk a Loritán tesztbetétet. Igen, hát ez a nagyon jó ez a készítmény, és otthon is használhatjuk, és megelőzés szinten is. Tehát, hogyha az anya csak egyszerűen aggódik a 3. trimeszterben, vagy bizonytalan, mert néha nagy hüvelyváladék is meg tudja zavarni az embert, akkor ezt bizonyos időszakonként fölhelyezi, megnézheti, és kiderül, hogy ez vizelet hüvelyről vagy magzatvízről van szó. És abban az esetben, amikor ez megváltozik és elszíneződik,
és jelzi a magzatvizet, akkor meg mindenféleképpen fel kell keresni az orvosát. Nagy nyugalmat is tud ez okozni, mert innentől kezdve nincsen több dolgunk, mint 12 óránként kicserélni ezt a tesztbetétet, és figyelni arra, hogy kék, zöld vagy szürkés elszíneződés ne legyen, és amennyiben van, csak orvoshoz kell fordulni.